Bali János beszédében emlékezett meg az operatőrről, aki részben kortársa és pályatársa is volt. Tóth János, Mózest idézve a Szentírásból, megelégedvén az élettel, megtért őseihez. 94 évvel ezelőtt itt, a szomszéd utcákból indult útjára, és ma ide tért haza. Berta Zoltán alpolgármester nagyon fontosnak tartotta, hogy az 5 évvel ezelőtt elhunyt Tóth János hamvai elfoglalják végső helyüket a tolnai temetőben. Tóth János ugye 88-89. Évében hunyt el, mi úgy tudjuk, hogy élete végéig, amíg egészségi állapota engedte, folyamatosan a munkájának élt. Mindig a maximalista volt, a maximumra törekedett, munkásságát, ha egy mondatban vagy egy szóval kellene jellemezni, akkor talán a pályatársakra hivatkozva ezt így tudnánk leírni. Így tudom leírni. Baksainé Kenesei Évának volt szerencséje személyesen is ismerni a kiváló operatőrt. Nagyon jó emlékei vannak róla, szerették és megbecsülték őt. És amíg az egészségi állapot engedte, hosszú éveken át az elszármazottak találkozójára hazajött, sőt, nagyon sokszor közösen elfogyasztottunk egy halászlé ebédet, beszélgettünk. Én nagyon tiszteltem őt az a tolnához való ragaszkodásáért is, amivel mindig emlékezett. Már régen elkerült tolnáról, de ahogyan beszélt tolnáról, ahogy a szüleiről, ahogy a gyermekkoráról, tehát nagyon meghatott engem. A fiataloknak, az újabb generációknak is tovább akarják adni Tóth János örökségét. Most így, hogy hazatért, tehát megtartottuk ezt a megemlékezést, olyan terveink vannak, hogy majd évente, tehát a Magyar Film Napján, vagy a Magyar Film Napja köré, tehát olyan filmeket fogunk majd vetíteni, ami ő forgatott, tehát ő volt az operatőr, illetve már felmerült bennünk az is, hogy amennyiben, tehát sikerül megvalósítani, akár egy szobrot is szeretnénk állítani az emlékének, a munkásságának. Tóth János élete és hosszú pályafutása példaértékű. Hamvait elhelyezték a tolnai temetőben, és méltó módon megemlékeztek róla.